feltétlenül összeállnának, tehát hogy ők azért centralizálódnának ilyen értelemben, de ez lehetne a továbbiakban egy képzési központ. Pentru interpretarea sa excelentă. Nem akadályozzák az orvost, ha például mégiscsak valamilyen beavatkozásra van szükség, hogy ez a francia ágy, ez a térdünkig ér. Mert hogy egy teljesen hétköznapi otthoni ágyról van szó, és nem egy megemelt, speciális orvosi kórházi ágyról. Hát ez kétségtelen tény, hogy némi puszt igényel az orvosoktól, illetve még egyszer mondom, sosem csak orvos van, hanem orvos és szülésznő együtt, tehát a bábáktól is. Ez így van. Tehát...